Köszöntjük kedves nézőinket, Önök a Kommentár című magazin műsorunkat látják. Vendégem Birkás Ildikó zenepedagógus, akivel arról fogunk beszélgetni, hogyan érinti a koronavírus a mindennapjait, illetve hogyan állt át az online térbe. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom. Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit. Mindenkinek megváltoztatta az életét a koronavírus, így Ön is átállt arra, hogy online formában adja át a foglalkozásait, illetve így zajlik a tanítás is. Mit lehet erről tudni, mennyire nehéz ezt így véghez vinni? A digitális oktatásba való átállás az elég nehéz volt számunkra, mert először is hirtelen jött. Tehát, hogy pénteken bejelentették, hogy hétfőtől digitális átállás lesz, azt se tudtuk, hogy ezt most hogyan kell csinálni. Aztán hétfőn volt a Kossuth Lajos Általános Iskolában, ott tanítok felső tagozatban énekzenét. Volt egy értekezletünk, és ott megbeszéltük, hogy hogyan tovább, és igazából kettől mi már nem is találkoztunk egymással a kollégákkal, úgyhogy már digitálisan beszélgettünk is egymással. Szerintem nehéz az átállás, és én nagyon sajnáltam a gyerekeket is, hogy otthon kell, hogy maradjanak. Igazából a felső tagozatot annyira nem, hiszen ők még a kezdet-kezdetén kiélhetik, hogy ugye most a számítógépeiknek vannak, meg a kütyűiknek, de az óvodások, vagy a még kisebbek, akik beszorulnak esetleg panelházba, és még kertes ház sem adott, ő nekik nagyon nehéz lehet az életüknek a lekötése az otthoniaknak. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy szeretném a saját foglalkozásaimat, amit az iskola mellett csinálok, valahogy a digitális térbe átvinni. A dúdoló foglalkozás már hetek óta online zajlik. Milyen érzés ez, hogy nem láthatja közvetlenül azokat, akikhez szól? Hú, hát nagyon rossz, mert ez úgy történik normálisan, tehát személyesen a dúdoló foglalkozás, hogy körbeülünk, a anyukák ölébe ott ül a baba, a gyerkőc, és akkor én éneklek, hegedülök, és én látom a gyerekeknek a szemecsillogását, a mosolyát, a reakcióit, és a reakciókhoz képest hozok újabb dalokat. Most ezt nem látom. Ellenben látom saját magamat, és ez borzalmas néha, mert amikor olyan gesztikulációkat csinálok, akkor még én is megijedek, úgyhogy még viccesen mondtam is, hogy azért az anyukák szólhattak volna, hogy a dúdolóba milyen arcokat tudok vágni, de hát nagyon hiányoznak a gyerekek személyesen. Úgy oldjuk meg, és ezt az anyukáktól kaptam ajándékba, hogy fotózgatják a gyerekeket, miközben megy a dúdoló foglalkozás, illetve kis videókat készítenek. És én ebből láthatom, hogy a gyerekek egyébként bekapcsolódnak a foglalkozásba, és ott ülnek, és várják, és csinálják azt, amit én mondok. A dúdoló foglalkozás mellett a zeneóvi foglalkozás is folyamatosan zajlik. Hogyan épül fel egy ilyen online óra? Mit lehet erről tudni? Hát a zeneóvoda az nagyon érdekes, mert teljesen másfajta gyerekekkel találkozok, ugye, mint a kisebbek. A dúdoló az nullától 2,5-3 éves korúaknak szól. Az óvoda ugye az már benne van, hogy eleve már óvodás a gyerkőc, és úgy érkezik. Amikor személyesen találkozok velük, akkor egyszerűbb, hiszen sok mozgásra épülő játékokat, énekeket éneklünk, és hatalmas nagy színes ejtőernyővel el tudom őket varázsolni. De hát, hogy hogyan tudnám ezeket valahogy visszahozni az online térbe, ez nagyon izgalmas volt számomra is. Ezért a báboknak a segítségét kértem, és megérkezett néhány állatkám, akik nagy sztárok lettek a gyerekek szemében, ilyen például egy széles szájú béka, vagy a kecske, és még én se gondoltam, hogy ennyire el tudom őket varázsolni. A visszajelzésekből hallom én is ezeket, hogy a gyerekek ott ülnek, vagy ott állnak, és ugrálnak, és csinálják azokat a dolgokat, amiket én mondok. Illetve ővelük már tudok beszélgetni, hogy találós kérdéseket teszek fel, hogy valamit ellalázok, hogy ki szerepelhetett esetleg a dalomban, ki a főszereplő. És anyukák bepötyögik, hogy a gyerekeknek a válaszát, úgyhogy nagyon izgalmas az is látni, hogy ott vannak tényleg, bár nem látom őket. És kiknek szólnak ezek a foglalkozások? Bárki csatlakozhat-e, vagy pedig csak azok vehetnek részt, akik régen is a vírus előtt
részt vettek? Bárki. Ugyanis a Zenovi 60, illetve a dúdoló oldalamon élő videót hozok létre, és ide bárki csatlakozhat, tehát nem csak azok, akik jártak hozzám, így szélesedett is a köröm egyébként. Én is meglepődtem, hogy egyre többen vannak, akik figyelik ezeket az élőadásokat folyamatosan. És hetente kétszer jelentkezem be, a dúdolóra hétfő szerdán, a zeneóvoda kett csütörtök, és mindegyik alkalommal úgy veszem észre, hogy elég sokan figyelik és követik ezeket a foglalkozásokat. Milyen érzelmeket szeretne átadni az embereknek? Mi a célja ezzel, hogy online folytatja tovább? Hát amikor meghallottam, vagy amikor ugye szembesültünk vele, hogy akkor most mindenki maradjon otthon, aki teheti, én belegondoltam, hogy milyen lehet a kisgyerekekkel otthon maradni. Nekem is vannak gyerekeim, és tudom, hogy milyen, amikor aktív gyerekekkel vagyok otthon. Hát nagyon nagy feladat, és én ezt anyukáknak is szoktam mondani, hogy a taps nekik is jár, hogy otthon vannak a gyerekekkel, és próbálják lekötni az idejüket. És mondom, kifejezetten még nagyobb taps jár azoknak a szülőknek, akik nem mehetnek ki esetleg így játszóterekre, hanem csak panel lakásokban élnek. És én segíteni szerettem volna, ennyi volt az összvisz elképzelésem, hogy azoknak a szülőknek, akik járnak hozzám, és most nem tudnak jönni, valahogy segítsek. És hát én csak a zenével tudok segíteni, és azért gondoltam, hogy kipróbáljuk ezt az online foglalkozást. Megkérdeztem őket, hogy lenne rá igény, örülnének-e neki, és azt mondták, hogy nagyon szívesen várnák, és jó lenne, hogy milyen érzelmeket, hát én mindenképpen nyugtatni szeretném őket nyilván, mert elég zaklatott a helyzet, számomra is, tehát engem is ér stressz és hullámvölgyek, és rám is jó hatással van egyébként, hogy énekelek és zenélek és lekötöm a figyelmemet, de ezt kapom visszajelzésként is az anyukáktól, hogy a gyerkőc is jól érzi magát, szeretne többször látni, szeretne többször énekelni velem egy nap, mert ugye ezek az élőadások nem megismételhetőek, nem tudják visszanézni, ezért is van az, hogy többször jelentkezek be egy héten, de pont ezért a kíváncsiságukat fent tudom szerintem tartani ezzel, mintha állandóan Ildi nénit oda nyomnánk nekik, akkor lehet, hogy egy hét múlva már rámunnának. A napokban megjelent egy új dal is. Mit lehet erről tudni, hogyan jött létre? Hát próbálkozunk. És a Csilingelő zenekarral is, van egy zenekarom is, a Csilingelő zenekarral is próbálkozunk, de hát ugye a zenészek Pesten élnek, én 60-ban, most nem is nagyon, tehát nem tudunk összejárni, gyakorolni sem. Hát ez úgy jött létre, hogy kaptunk egy verset, Szücsi Krisztina a versírónk, aki egyébként egy 60-i lakos, nagyon kedves ismerősöm, kollégám, angoltanár, aki írta egy tavaszi verset, még tavaly megírta nekünk ezt a tavaszi verset, és a gitárosunk megzenésítette. És így lett nekünk egy tavaszi dalocskánk. És arra gondoltunk, hogy hát valamit adjunk már ki magunkból, hogy itt vagyunk, hogy velük vagyunk, hogy létezünk, és mivel tavasz van, ezért most gondoltuk, hogy legalkalmasabb, hogy valahogy felvegyük ezt az egészet. Na de hát a felvétel, az se egy egyszerű dolog, tehát az, hogy egyszerre gitározik és én éneklek, ezt nem lehet megoldani, mert annyi csúszás van az internetben, hogy ez borzalmas lesz. Úgyhogy Pesten felvette a gitárosa az ő gitárját, mert mint a játszását, és én erre otthon ráénekeltem a telefonomnak a hangfelvevő készülékével, vagy a hangfelvevő applikációjával, és hát így született meg ez a dal. Mármint, hogy technikailag így született meg ez a dal. Sajnos a dobosunk, meg a basszusgitárosunk így nem tud hozzá tenni, de azért mégis valahogy kijöttünk egy ilyen kis dalocskával, hogy
adjunk egy kis örömet a gyerekeknek. És mik a tervek a jövőre nézve, esetleg fog ez születni több dal? Gondolom a dúdoló és a zeneóvi az továbbra is folytatódik. Hát igen, folytatódik a dúdoló is, meg a zeneóvoda is, ugyanis a nézettségi aránya egész klassz, tehát hogy 70-80 is szokott lenni, hogy ennyien nézik, tehát legalábbis ami ott a kis számlálócskán megy, de az átlag az mondjuk mindig megvan a 40 fő, tehát hogy annyian nézik, és nagyon sok helyről. Már most azon gondolkodom, hogy ha lemegy ez az egész mindenség, akkor hogyan lehetne hetente egyszer egy olyan dúdoló zenovit csinálni, ami online van, ugyanis Norvégiából, Angliából, Németországból, Svájcból nézik a foglalkozásokat, és ott csinálják a gyerekek, tehát ez fantasztikus szerintem. Hát illetve igen, tehát tervezzük a sok-sok dal gyártását, mert most van erre kapacitásunk egy kicsit, bár nem mondom, hogy unatkozom, de tervezzük. Köszönjük szépen a beszélgetést, és további minden jót kívánok. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!